akkor egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni a csoportokról, nem hosszan, röviden. És honnét jöttünk? Kezdjük honnét. János. Kovács János vagyok, a Miskolci csoportnak a vezetője. Aki Miskolci. Mint szépen látjátok, elég szép létszámmal jött el a csoportunk, ami azt jelenti, hogy egy összetartott csoport. Amúgy péntekenként tartjuk az alkalmainkat, most jelenleg, mert lelkészváltásunk volt, és csoportvezetőváltás volt most, én lettem a csoportvezető, és hát ugyancsak énekelünk a 42-es éneket, hogy az Úr csodás a működik. Köszönjük szépen! Szeretettel köszöntelek benneteket, Bóka László Nilca vagyok, az Alagi téri csoportból jöttünk. Igen, mert a Laci halkaton beszélt. Még úgy is nagyon szívesen jöttünk, hogy nem tudtuk, hogy az Zoli itt lesz, csak tudtuk meg, hogy de nagyon szívesen jöttünk közétek, és nagyon jól érezzük itt magunkat, és nagyon megköszönjük, hogy ilyen vendégszeretően és ilyen mindenre gondolva láthatok minket vendégül, és nagyon örülünk neki, hogy ennyi kétkereszt átadás volt, mert sajnos mostanában elég kevés kétkereszt átadás van, hogy nem ártanak ezek a rendezvények, mert azért hát az újak is kedvet kapnak, hogy jöjjenek a soraiba. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! A csoportunk! Tandori Mária vagyok, Szegedről egyedül jöttem. Hoztak az alagi tériek. Én az igémet szeretném felolvasni. Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, pajzsuk ők mindazoknak, akik bíznak benne. 18. Zsoltár, 31. vers. Horváth György, nagykárai lelkész vagyok. Heten jöttünk, a csoportunk körülbelül kétszer ennyi tagból áll. Nagyon örülünk, hogy ez alkalommal is részt vehettünk ezen a körzeti találkozón. Mi is készülünk szervezni még ebben az esztendőben egy ilyet. Számos testvérrel találkoztunk, akik a missziói házunk 10 éves évfordulóján részt vettek annak idején, aminek az alapkövelet rakásánál még Zoli bácsi ott volt, és hát akkor mi láthattuk vendégül a körzet csoportjaihoz tartozó kétkereszteseket. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a szervezőknek a magas szintű szervezést, mind lelki, mind fizikai táplálékot, Isten áldását kívánjuk az itteni csoport életére és munkájára. Számos ilyen találkozót kívánok még. Köszönjük. Csikai György vagyok, Putnokról jöttem. Az egyik alapító tag vagyok. A Böböri csoport nevében szeretettel köszöntöm a testvéreket, megköszönöm, hogy gondoltatok ránk meghívtatok. Az Úr gazdag áldását kérem a testvérek életére. Adja az Úr, hogy szabadult testvéreink álljanak a hitben Jézus Krisztus szabadító kegyelmében. Végre szabaduljon az új élet. Csoportunk 1994. január 7-én alapult. Kedves Zoli bátyám kérésére és javaslatára. A két évtized alatt sok testvérünk szabadult Gömösön, melynek együtt örültünk, de együtt is sírtunk, ha elbukott visszajött a testvérünk. Adja az Úr, hogy sokan szabaduljon. Akartam még arról is beszélni, hogy kevés lehetőség van. A médiák nem akarják ezt az ajándékot megmutatni, odavinni az embereket, hanem fogják magukat, aztán elmennek a pszichiátriára, meg isznak tovább. Van szabadulás. Ezt mondjuk, és köszönöm. Köszönjük szépen!
ugye a Sátorai Ugyegyről jöttem, ez egy nagyon fiatal csoport. Hatan vagyunk, a lelkészünk is középen, sajnos ebben nem tudtak jönni. Szeptemberben alapultunk, akkor szabadultam, Dömösön voltam, és a lelkészünk nagyon jó hozzáállással, segítségével megalapítottuk a csoportot, mellünk lennünk a fiatal lelkész urat. Hát azóta ilyen kicsit csapat vagyunk, de ezt találkozom, szeretnék növekedni, és ilyen találkozókban rengeteget részt venni. Köszönjük szépen, Mista! Köszönjük szépen! Következő. Gábor Bencsenőjából, nem látom. Gábor Bencsenőről jöttünk. Irány és Gábor Bencsenőjel együtt tartjuk a kétkasztus foglalkozásokat. Minden csütörtökön 2 órától, és 15-en vagyunk, és hála mindenható Istennek, van egy kedves lelkipásztorom, Beres Péter, most ő nem tud itt lenni a közösségi találkozóval. És szeretném is én is az én igémet felolvasni, ami Hekkel tiszteletes úrnak a Biblia verséhez kötődik. Jó az Úr az erősség. Jó az Úr erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. Ezt kívánom mindenkinek, hogy ezt a Biblia verset vésse a szívébe, amit én most kérdőjában tartom. Köszönöm én is a mai napot, a mai napi ellátást, és szeretettel vagyok mindenkire. Köszönjük szépen! Kisvárdai csoportnak vagyok a tagja, evele és elnézését szeretném kérni, a lelkészünk sajnos nagyon elfoglalt, a többieknek el kellett venni más szolgálatra. Katérben vagyunk Kisvárdán, egy olyan 20 tagú csoport, sajnos sok a betegek közülünk, de ahhoz működünk és megpróbálunk az útján járni. Köszönöm szépen a megszólalást. Debreceni csoportunk, hát köszönjük szépen a testi-lelki táplálékot, sokat kaptunk, és örülünk, hogy itt lehettünk. Hát a csoportunk Isten kegyelméből élünk, mozgunk és vagyunk. Hát van közöttünk régi tag, új tag, van kereső, hála Istennek, hogy munkálkodik az Úr az életünkben, és nagy tiszteletű Úr üdvözletét is hozzuk, jön egy tiszteletes úrnak. És egyben szeretném is közölni, hogy mi az idén leszünk 20 évesek, augusztus 30-án szeretnénk mi is egy találkozót, melyre szeretettel várunk mindenkit, de majd meghívót küldjük. Hát köszönjük, olyan nagy újság nálunk nincs, ami van, amiben részt vett a csoportunk a Józanság napja Debrecenben, amiben közre működtünk, szintén a szolnokiak is eljöttek, hát hogy visszük a szabadítást, hogy nem csak úgy van, hogy orvosilag és másként, hanem és azt hiszem, hogy a személyes misszió, mint ahogy van az igébe is, hogy menjünk és cselekedjük meg, tehát a saját életünkkel tudunk példát adni, és ez a legnagyobb cselekedet, hogy látják rajtunk, hogy valami változás van, és ne szégyeljünk bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztusról, mert ez a dolgunk, hogy örvendezve mondjuk tovább, hogy van új élet és új szabadulás, és csak ez vezet a békességhez és az örök életre. Köszönöm szépen! Jó, hát a gyerekházra. Igen, és a Karzsas Jánosról beszélni. Gyerekházi csoportban ennyien vagyunk, és hálát adunk az Úrnak azért, hogy lehetőséget arra, hogy minden héten összegyűjjük, tehát minden héten 5 órától 7 óráig van alkalmunk a Humanetben, és minden második héten vagyunk az aliktológián, Hekkel Máton, metodista lelkész a lelkivezetőnk, és dicsőítjük az Urat azt, hogy ennyien felállhattunk, egy pár évvel ezelőtt mélyen indultunk. És 5 éves a kékkeresztő. És 5 éves a csoportunk. Köszönjük szépen! És a csoportom az itt
Vannak még akkor az ló. Vagy itt a... Ha nem is a csoport, de a gyülekezet tagjai. Még 98-ban alakultunk a rakamazi csoport. Utána volt egy kis csúszásunk, ilyen hanyatlát, de végül is nem adtam fel. Zoli bácsi azt mondta, hogy kijönni kell az úrtól, és megadatik tulajdonképpen. Hál' Istennek megadatott. Ugye nekünk is most lelkészváltásunk volt nem olyan régen. Szabó Pál, tiszteletes Horis, Szabóné, Kovács Máta, tiszteletes asszony nevében. Örülünk, hogy ketten szolgálhatnak közöttünk. Ferenc János atya ugye nem tudott ma részt venni, mert Csíksomjón szolgál, és ura kellett oda hirtelen az úrőtet. Hát ilyen 8-9-10 fővel szoktunk részt venni a csoporttalálkozón, és én már egyúttal is megköszönöm minden testvérnek, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és részt vettetek ezen a alkalom, a regionális találkozón. Én úgy érzem, hogy talán ez a találkozó már lassan országossá nyilvánul. Köszönöm szépen, és még Jánosnak átadnám a szót. Én is nagyon szépen köszönöm azt, hogy megtiszteltetek a jelenlétetekkel, és itt voltatok köztünk, és hagyjatok hálát az Úrnak, mert ez az ő dicsősége az, hogy tényleg ennyien itt lehetünk, és mind az Úréi vagyunk, és bizonyságot tehetünk róla. Engem nagyon elbe vágott Árpád testvérünk bizonyságtétele, amikor rám mutatott, hogy tőlem hallott annak idején az addiktológián egy bizonyságtételt, és amúgy is rossz az altmemórián, de innen is rögtön az jött le, hogy az, hogy mikor, hol teszünk bizonyságot, hogy kinek nem tudhatjuk, hogy utána majd az Úr mit végez el benne, meg mikor. Az viszont már nem a mi dolgunk, csak az, hogy tényleg dicsőítsük az Urat, és mondjuk el azt, hogy mint ahogy Marci is mondta, hogy van szabadulás, és egyedül vele van élet.